Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Június 6-án új hold van. Ez azt jelenti, hogy a nap és a hold találkozik. Mivel a holdnak nincs saját fénye, hanem a naptól kapja a fényt, és ilyenkor, amikor találkoznak, a nap nem tudja bevilágítani a holdat, és számunkra a hold ezen a napon nem látható. Úgy eltűnik. És pontosan így kellene nálunk is lenni, mi is eltűnünk egy pillanatra. Ez azt jelenti, hogy legyünk visszahúzódóak, vagy meditáljunk valami felett, tekintsünk befele, a fényt belülről kapjuk. Ezen az estén tartok egy szertartást, ami este 11 órakor indul. E-mailen keresztül jelentkezhetsz a szertartásra. Az energiai egyensúly az 4000 forint. Hogy miről van szó? Ennél a szertartásnál, ennél az új holdnál, erről beszámolok ebben a videóban. Először megnézzük azt, hogy mit mutatnak a kártyák, hogy mi várható új hold és teli hold között ebben az időszakban, a növekvő hold fázisban, tehát időhöz van kötve ez a jóslás. Utána visszatérek az asztrológiára, és elmondom azt, hogy mi van a csillagoknál, mit közölnek velünk ezen az új hold napon. Az első képen a hegy látható. Ez jelenthet hegyvidéket is, hogy kirándulsz a hegyekbe, vagy ilyen környezetben élsz, ahol hegyek vagy dombos vidék van. A hegy az jelentheti azt is, hogy valami nyomaszt téged, töprengsz valami felett. Jelenti a problémákat, a kihívásokat, a nehézségeket, esetleg az ő hideg-rideg tartását. Ezen a képen a jeges medve látható, és az jelenti a te erődet. Most be kell, hogy bizonyítsd magadat, hogy erőre van szükséged ahhoz, hogy a hegyet, tehát a problémákat, a nehézséget eltüntes az életedből. Ez a medve lehet egy személy is, lehet egy nő, lehet egy férfi is, akinek szava van. Az is lehet, hogy ez a személy parancsolgat neked, és ezáltal vannak a nehézségek. Itt alul jobb oldalon a levél látható, az lehet, hogy kapsz egy hírt, és emiatt vannak a nehézségek, és be kell bizonyítani magadat. Az is lehet, hogy ez a személy, ez lehet az apukád, lehet a főnököd, hogy ő ír neked, de itt vannak még kihívások, problémák, amit meg kell oldani. A levél azt is jelentheti, hogy ez a domináns személy előír számodra valamit, és elvárja azt, hogy azt tedd, amit ő előír. De itt vannak a problémák, neked is van életerőd, és tudsz nemet mondani, be tudod bizonyítani magadat. Ez a levél lehet egy szerződés, vagy egy dokumentum is, ahol még vannak nehézségek. Ott felül a torony. Jelentheti azt, hogy problémáid vannak, benne vagy a toronyban, és keresel egy kiútat, keresel egy megoldást. A torony jelentheti azt is, hogy valamit szeretnél megnagyobbítani, de itt még vannak hátrányok, vannak még problémák. Az is lehet, hogy nem a megfelelő időpont most így bebizonyítani magadat. A torony lehet egy nagy cég, és akkor a munkahelyedről jön a levél vagy a szerződés. A torony az lehet egy hivatalos dolog, vagy egy bírósági ügy is. És akkor itt is egy hírről,
vagy dokumentumról, vagy szerződésekről van szó. A következő képen a gyűrű látható ott alul. Ez jelentheti a házasságot, ahol problémák vannak, a torony esetleg utalhat a válásra. Ez lehet a te helyzeted, ez lehet az ő helyzete is. Amit a gyűrű még jelenthet, kapcsolatok vagy szerződések, ezeket kellene átvizsgálni, hiszen érezhető a képen, hogy itt valaki nehézségeket okoz, vagy itt vannak még problémák, vagy kihívások. De mint említettem, azt is jelentheti, hogy ez a szerződés, ez a kapcsolat még túl korai. Amennyiben te egy hölgy vagy, akkor ez a hölgy a képen téged szimbolizál. Előtted ott van az a nagy hegy, tehát vannak akadályok, amit most meg kell oldanod a közeljövőben. A következő képen a kasza látható, az lehet egy meglepetés, amikor történik valami, amire nem számítasz, vagy hirtelen jön. A kasza az el tud vágni valamit, el tud vágni bizonyos kapcsolatokat, vagy lezárja a félelmeket, a bizonytalanságokat, és itt a jóslásnál a kasza eltávolítja a problémákat, a nehézségeket, vagy egy bizonyos szemét, aki által ezek a problémák vannak. Alul, ott középen megjelenik a ravasz róka. A ravasz róka tud segíteni, de tud ártani is. Amennyiben óv bennünket a negatív gondolatoktól, mint például, ó, ebből úgysem lesz semmi, vagy óv bennünket negatív érzelmektől, mint például félelmek, bizonytalanságok, vagy óv rossz döntésektől, vagy egy időponttól, ami például még túl korai, ebben az esetben a ravaszróka tényleg segíteni tud. De néha jelenti a hamisságokat is, például itt ennél a jóslásnál, amikor megjelenik a gyűrű, és jelenti a szerződéseket, és megjelenik a levél, ami szintén utalhat szerződésekre, akkor a ravaszróka azt sugallja számunkra, ne írd most alá ezt a szerződést, vagy olvasd még egyszer át. Ellenőrizd azt, hogy mi van ebben a levélben, mi van ebben a szerződésben. Persze a ravasz róka jelenthet egy hamis szemét is, aki nagyon kíváncsi, tudni akarja, hogy milyenek a kapcsolataid, milyen szerződések vannak nálad, vagy jön egy levél ettől a hamis szemétől, és mivel a hamisság itt látható, lehet, hogy ez a hír nem a valóságot közli. Ha egy hölgy vagy, akkor ott van előtted a hegy, és a hegytől nem látod azt, hogy mi van a hegy mögött. Tehát nem tudod, mit hoz a jövő. De szerencsére ott van a kasza, és a kasza az el tudja a hegyet távolítani, és mi láthatjuk itt, hogy mi van a hegy mögött, mi fog történni, ha az akadályok elmúltak. Ott vannak a csillagok, és a csillagok szerencsét hoznak, azon kívül jelenti a bizalmat is, hogy higgy abban, hogy minden úgy lesz, ahogy a csillagképekben ez meg van írva. A csillagok mellett megjelennek a gólyák, és utalnak változásokra. Sok minden változhat. A hozzáállásod, a külsőd, a környezetedben lehetnek változások, új kapcsolatok például, vagy megváltozik valami a munkahelyeden, vagy lehet ez a változás egy költözködés is, vagy változnak a dolgok a párkapcsolatot illetően.
Ott felül a sarokban bal oldalon látható a könyv. Jelentheti a tudásodat. Jelenthet tanulást, továbbképzést. De utalhat a te zárkózottságodra, vagy az ő zárkózottságára. De ez megváltozik, hiszen a gólyák megváltoztatják ezt a helyzetet. Amit a könyv még jelenthet, hogy néha úgy érzed, hogy valaki eltitkol előled valamit. De itt is majd változik a helyzet. Az utolsó képen az egerek láthatóak. Ott, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az nincs ott. Utalhat veszteségre. Lehet, hogy vannak félelmeid, hogy elveszíted őt, vagy elveszíted a munkádat, vagy lesz pénzveszteség, az is lehet, hogy őt foglalkoztatják ezek a témák. De az egerek gyakran segítenek, mint például ennél a jóslásnál, az egerek eltávolítják az akadályokat, az egerek eltávolítják a hamisságot, az egerek eltávolítják a tornyot, ahol fogva érzed magadat, az egerek eltávolítják a könyvet is, és akkor változik valami, hiszen eddig ő zárkózott volt, és most megváltozik a helyzet. Ez a kártyakivetés magába foglal egy időtartamot, mégpedig újholdtól teli holdig. Újhold az június 6-án van, tehát ettől a naptól kezdve eltart június 21-ig, és június 22-én akkor már teli hold van, amikor új jóslatot készítek. És most megnézzük azt, hogy mi várható június 6-án ennél az új holdnál. Hozzá kell tennem, hogy én az indiai asztrológiával dolgozom, és ők másképp számítják ki a horoszkópot. Ne csodálkozzatok azon, hogy más az eredmény. Viszont hozzáteszem azt is, hogy ez egy precíz számítás, mert ők figyelembe veszik a precessziót. És ez egy megbízható horoszkóp, egy megbízható számítás. Ez az új hold, ez a bika jegyében van. Tehát itt témák vannak, ami a bika jegyéhez tartozik. Ezek lehetnek az anyagiak, lehet a biztonság érzete, lehet egy szép környezet, egy kényelmes helyzet. Itt élvezni kell az életet, és fontos, hogy legyen meg a bizalom. Ez az új hold a Rohini holdházban van. Ez egy szerelmi energia, hiszen ehhez van egy kis történet. Az indiai mitológia szerint a hold az egy szép, fiatal férfi, Chandrának hívják. És Chandra beleszeret Rohiniba. Rohini az jelenti a hajnalt, ezt az időszakot. Én mondhatnám azt, hogy Rohini az a kis hajnalka, és a hold beleszeret hajnalkába, megkéri a kezét, de a hajnalka apukája azt mondja, jó rendben van, vedd el a lányomat, de neki vannak nővérei is, és a nővéreit is feleségül kell, hogy vegyed. Így aztán a hold összeházasodott 27 lányjal, a testvérekkel, és minden nap a másik feleségnél van. De a nagy szerelem az marad Rohini. És ez az új hold a Rohini holdházban van, itt szerelmi témákról lesz szó. Merkur bolygó szintén ebben a holdházban van, és jelenti a cselekvéseket, meg a kommunikációt.
Itt lehet egy szerelmi vallomás is. Azon kívül Vénusz bolygó besugározza az új holdat, megint szerelmi témákról van szó, és Vénusz bolygó szintén a Bika jegyében van, találkozik az új holddal. A szép ebben nem csak a Rohini holdház, hanem hogy Vénusz bolygó itt a Bika jegyében otthon van, hiszen uralkodik a Bika jegye felett és a Mérleg jegye felett is. Tehát van egy erős Vénusz energia, és a Rohini holdház szintén erre utal, a szerelemre, vagy utalhat kreatív tevékenységre is. Sok minden történik most a Bika jegyében, hiszen ott van a Nap, meg a Hold, és Vénusz bolygó, és Merkur bolygó, ott van Jupiter bolygó, és Uránusz bolygó is. Megismétlem magamat. A Bika jegyében van a Hold, a Nap, Merkur bolygó, Vénusz bolygó, Jupiter bolygó és Uránusz bolygó. Tehát érezhető az, hogy itt a Bika jegyében most sok minden történik. Ez nem csak azokat illet, akik a Bika jegyében születtek, vagy akinek az aszcendentusa a Bika jegye, hanem a Bika jegye mindenkinél van a horoszkópban. Mindenkinél más életházban. Nálam például a Bika jegye az a 4-es életház, ami utal az alapokra, de utal az otthonomra is. Tehát itt, ami az otthonunkat illeti, itt várhatóak a változások. Ha nálad például a Bika jegye a 2-es életházban van, akkor kihat az anyagiakra. Ha a Bika jegye például a 7-es életházban van nálad, mert az aszcendentusod a Skorpión jegye, akkor logikus, hogy a Bika jegye a 7-es életház, akkor kihat ez az energia a párkapcsolatra. Vagy ha a 10-es életházban van a Bika jegye, akkor kihat a nyilvánosságra, az elismerésekre, vagy a hivatásodra is. Tehát mindenkinél van ez a Bika jegye, tehát mindenkinél van ez az energia, de mindenkinél más út. És ez fontos most, hogy ezt érezzük, hogy itt vannak változások, és van egy erős szerelmi energia, és én úgy gondolom, úgy érzem, hogy ez elsősorban a szerelemre, a párkapcsolatra hat Vénusz bolygó energiája, a Rohini holdház. És a szertartásnál is erről van szó, meg arról is, amit a jóslásnál láttunk, hogy vannak még akadályok, hogy lehetne ezt eltávolítani az élet utunkból, hogy legyen egy szerencsés fordulat. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy örülök annak is, ha meglátogatsz a Facebook oldalon, Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta megjelenik a Maja naptár. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!